Ennyi fa maradt a tavalyi fűtési szezonból ennél a háznál, de már hozzáláttak az új aprításához is. Sokan vannak, akik még nem szerezték be az idei tüzelőt, és talán jobban is járnak, hiszen a legutóbbi kormányinfón Gulyás Gergely bejelentette, hatósági áras lesz ez az alapanyag. Ezek különbözőek lesznek attól függően, hogy milyen fát vásárol valaki, és kijelöljük az átvételi helyeket, és ott mindenkinek az erdőgazdaságok állítás szerint 10 köbméter fára, ami egy háztartás téli fűtéséhez elegendő, mindenkinek tudnak legalább 10 köbméter fát a fűtési szezon kezdetéig biztosítani. Többnyire azonnal, de ha azonnal nem megy, akkor is a fűtési szezon kezdetéig mindenkinek legalább 10 köbméter fát az állami erdőgazdaságok biztosítani tudnak. A kormány ezzel az intézkedéssel is a családokat támogatja, hiszen nagyon sokan vannak, főleg vidéken, akik ezt a fűtési módot választják. Télen ugye főként fával fűtünk, a gázt is használjuk, de legtöbbségében fát, és hát körülbelül 10 vagy kicsit több köbméter fát is eltüzelünk. És azért a hatósági áras fa nagyban megkönnyíti a dolgunkat, mert úgy tudom, hogy ők is 10 köbméterig fogják adni ezt a hatósági árat, tehát nekünk az mindenképp segítség lesz. Az energiaválság a tűzifa árára is hatással volt. Tavalyhoz képest több mint 50%-kal emelkedett meg a fa köbméter ára, és az sem mindegy, hogy hol veszi az ember. Azért jónak tartom azért a fának egy határozott árnak a kiszabását, mert akkor mindenkinek fog jutni remélhetőleg. Nagy István agrárminiszter úgy nyilatkozott, 30 ezer forint körül lesz a hatósági ára a tűzifának, de néhány napon belül a pontos összeget is közlik majd, hogy a fűtési szezon kezdetéig mindenki hozzájuthasson a tüzelőhöz.